A tájékozatlanság miatt nem oltatják be sokan gyermeküket, ezért fordultak elő kanyaró okozta halálesetek Európában az utóbbi időben. A szerdán kezdődött európai immunizációs hét célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mindenkinek joga és felelőssége, hogy be legyen oltva. Az Egészségügyi Világszervezet budapesti irodájának vezetője Lidia Lazeri szerint nem lehetünk teljesen nyugodtak az oltással megelőzhető betegségekkel szemben. Az olyan betegségek, mint a kanyaró, bárkit megtámadnak. Nem számít, hogy valaki vidéken vagy városban él, hogy egy város gazdag vagy szegény részében lakik, és az sem, hogy valaki tanult-e vagy sem. Az irodavezető azt is megosztotta, hogy Magyarországon nagyon magas azok aránya a lakosságon belül, akik be vannak oltva. De az immunizációs hét így is fontos, mert a WHO szeretné fenntartani ezt a magas arányt, a politikai akaratot és a szülők, egészségügyi dolgozók elkötelezettségét is. Lazeri szerint számos oka van annak, hogy a világ egyes részein hanyatlik az oltási kedv. Egyes közösségek számára terhes eljutni azokra a helyekre, ahol beoltathatnák gyermekeiket. Más szülők nincsenek tisztában azzal, hogy az oltással megelőzhető betegségek nagyon súlyosak lehetnek, és nem veszik olyan komolyan a beoltatást, mint kéne. Mások pedig tájékozatlanok a vakcinák biztonságáról és hatékonyságáról. A kormány kedden jelentette be, szeptembertől a kötelező védőoltások közé kerül a bárányhimlő elleni oltás is Magyarországon. Ezzel 12-re bővült az életkorhoz köthető kötelező védőoltások száma.